A szövetség segít Ukrajnának abban, hogy fegyveres erőit a nyugati szabványoknak megfelelő modern hadseregé alakítsa. Jelentette ki Jens Stoltenberg, NATO főtitkár, aki a NATO külügyminiszterek jövő heti romániai találkozója előtt nyilatkozott a sajtónak. Stoltenberg elmondta, hogy a szövetség abban is támogatni fogja Ukrajnát, hogy egy napon csatlakozzon a szövetséghez, számolt be a Sky News. A NATO mindaddig kitart Ukrajna mellett, amíg a arra szükség van. Nem hátrálunk meg. A szövetségesek példátlan katonai támogatást nyújtanak, és arra számítok, hogy a külügyminiszterek is beleegyeznek abba, hogy fokozzák a támogatást. Stoltenberg megjegyezte, hogy a 30 nemzetet tömörítő biztonsági szervezet tagjai eddig üzemanyagot, generátorokat, egészségügyi és téli felszerelést és drónzavaró eszközöket szállított, de a télbe még többre lesz szükség, különösen, amikor Oroszország Ukrajna energetikai rendszerét támadja.